MSZP-s belügyek, aztán a rezidensek, mondtam, hogy darásfészkekkel folytatjuk, de hát a magyar média ügyeiről is szót ejtünk majd, hiszen a médiatanástól is várunk vendéget az előttünk álló időszakban. Aztán még ebben az órában érkezik ide Szántai úr is, aki 7 évet ült és 1 milliárdot kér, hiszen ártatlanul börtönözték be. Tehát lesz itt téma bőségesen, az MSZP-s belügyekkel kezdjük. Szanyi Tiborra, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Elnök jelölt, de lesz-e elnök? Hát én nagyon remélem. Egyébként kevésbé gondolom ezt belügynek, hiszen látszólag persze az, hogy egy pártnak ki az elnöke, ez elméletileg a pártnak a belügye, de egy olyan párt esetében, amelyik többször volt már kormányon, illetve hát változatlanul ilyen ambíciókkal rendelkezik, szerintem azért egy kicsit szélesebb értelmezési tartományba helyezendő az, hogy ki a párt elnöke. Úgy viselkednek mindketten, hogy azt kell egy ilyen elnökválasztási kampányban, Mesterházi Attila épp úgy, mint ön, azt hangsúlyozza, hogy nyerni fog. Önnél azért meglepőbb a helyzet egy kicsikét ez a fajta kijelentő mód, mert hogy hát hiszen aki hatalomban van, azt szokták mondani, mindig annak könnyebb, mindig annak egyszerűbb. Egyrészt, mert házon belül ő már erőt tud mutatni, másrészt pedig ő könnyebben tud ígérgetni. Az ígérgetési hajsza elindult kettejük között? Hát a hajsza semmiképpen, mert én nem ígérek semmit egy jó párton és egy győzelmi esélyen kívül. Tehát én próbálok... Ez elég lesz a tagokra? Én azt gondolom, hogy ez azért eléggé erősen kötődhet a kongresszus tagjainak a érdekeihez. Valódi érdekekre appellálok. Mert lehet esetleg folytatni még egy pár kurzuson át, vagy cikluson át ellenzékben, vagy esetleg még akár a sülyeztőbe is el lehet tűnni, meg hát lehet éppen előre kívülni. Majd Mesterházi Attilának se ez az ambíciója, nyilván. Nyilván nem ez az miben ambíciója. Miben tud többet tenni, mint ő? Nyilván nem ez az ambíció, de egyúttal én azt gondolom, hogy ez meg a, szabad így fogalmaznom, az ő hátránya, hogy volt itt egy 3 éves időszak, ami nyilván lehet ezt magyarázni előre-hátra, de a tények azt mutatják, hogy hát beragadt úgy az MSZP, tehát nem igazán tudott kimozdulni. Az nem siker, és az nem Mesterházi Attila sikere, hogy stabilizálni tudta legalább a pártot egy olyan helyzetben, amikor sokan azt várták, hogy darabokra esik és eltűnik a sülyeztőben? Hát erre mondtam, hogy lehet magyarázni. Minden esetre ez még kevés a választási győzelemhez. Mi kell hozzá? Sokkal nagyobb aktivitás, ezen felül pedig hát úgymond egy szervezett párt, egy szervezett erős pártot kell faragni, egy széles szövetségi rendszert kell tető alá hozni, és hát véleményem szerint több szereplőssé kell tenni a pártot. Én nem tartom azt okos dolognak ez időtájt, hogy a elnök frakcióvezetői munkakörök ezek egy kézbe összpontosuljanak, sőt, hát hogyha ez így van, akkor meg az is nagyon valószínű, hogy erre rátelepedhet a miniszterelnök jelölti funkció is, tehát én ezt 3 különböző ember feladatának látom. Amikor veszélyes önállításról beszél az MSZP mai működésével kapcsolatban, akkor arra gondol, amit az előbb említett, hogy beleragadt a párt ebbe a 20% körüli plusz-minusz. Igen, szóval mindig van, amikor ilyen lelkes kollégák előrántanak egy éppen aktuális közvéleménykutatást, és akkor teli kiabálják a folyosókat, hogy hát javultunk 0,5%-ot. Mondjuk például tegnap, konkrétan Pest megyében, Szentendrén volt egy időközi választás, hát ott sajnos kemény 16%-ot kapott a Magyar Szocialista Párt jelöltje. Harmad annyit, mint a fideszes, és végül is hát a mandátum megszerzője. Szerintem a közvélemény kutatások világa egy dolog, aztán a valóság az egy másik dolog, és én azt gondolom, hogy a valóságban kell győzni, annál is inkább, mert, és itt is nagyon eltér a nézetünk a jelenlegi pártelnökkel, ő egy ilyen központi PR-ra gondolja alapozni a jövőt. Én meg azt mondom, hogy hát a jelenlegi verseny, a jelenlegi választási rendszer úgy van kiírva, hogy egyéniben kell győzni. Hát az egyéni győzelem az meg egy más világ, mint így a százalékok hajhászása. Jó példa egyébként mondjuk az MDF-nek és Dávid Ibolyának az esete. Én szeretném megóvni a Magyar Szocialista Pártot a Dávid Ibolyásodástól, ha van ilyen szó, hogy van egy központi elnöki PR, amelyik magát a személyt, meg esetleg egy kicsit tágabb imidzset föltol egy magas zónába, majd aztán a pártja megkap ilyen 0,1%-ot. Hát de ahhoz nagy pártnak kell lenni, hogy ne egy felépített személyre szavazzanak tömegével az emberek, hanem sok-sok egyéni jelöltre. A hát saját bizony. Körzetükben van akkora párt, ma az MSZP, hogy ezt meg tudja csinálni?
Hát éppen itt vannak nekem az aggodalmaim, én is föltettem magamnak ezt a kérdést, és azt mondtam, hogy angolosan szóval van még tere a javításnak. Azt mondja, és ez egy kicsikét a múltba révedés, de sokan azt kérik számon épp az MSZP-től, hogy ezt igazából a maga teljességében nem tette meg, hogy a múlt hibáit, például a neoliberalizmust, amit képviselt az MSZP az elmúlt 8 évben, ahogy mondani szokták, tehát a 8 éves kormányzási ciklusában, vagy annak nagy részében, az egyszer s mindenkor el kell felejteni. De valamit a helyére kell rakni, amit értenek a küldöttek, és amit ért a társadalom. Mi lenne az? Ezt igyekeztem megfogalmazni egyébként a pályázatomban. Ugye a neoliberális gazdaságpolitika, ami egyébként nem csak a magyar baloldal tette tönkre, hanem mérgező hatással volt egész Európára. Ez hozta tulajdonképpen a jobboldalnak az előretörését. Hát, hogyha mi egy baloldali reneszánszba gondolkodunk, akkor bizony azokhoz a modern tételekhez kell nyúlni, ami példának akár Dél-Amerikában nagy sikerrel előzte meg, vagy tulajdonképpen odázta el, vagy nem is odázta el, hanem inkább kikerülte a válságot. A baloldali gazdaságpolitikának a lényege, hogy jó időben szoríts, rossz időben egy kicsit elesz. A másik pedig az, hogy, és ez is nagyon fontos mozzanat, hogy hogyan lehet dinamizálni a gazdaságot elsősorban a képzett jó munkaerő bevonásával, és ez pont a nők világában érhető tetten, hiszen a nőknek majdnem azonos, vagy talán még sok esetben jobb képzettségük van, mint a férfiaknak, mégis ugye otthon maradnak ezzel a tudással a gyerekek miatt, nyilván megfelelő gyermekintézményrendszer hiányában. Skandináviában például ezzel a modellel sikerült a gazdasági növekedést megalapozni. Egyébként ez nincs olyan tapasztalatai mást mondani, mint az, hogy ott van gazdasági növekedés, ahol például pozitív a születési ráta, és ezeket a dolgokat bármennyire is ilyen kis puha dolognak tűnik, ezek valódi hatással vannak a gazdaságpolitikára, de hát akkor most mondjam azt, hogy tessék, ott van a szomszéd a Szlovákia, ahol ugye egy baloldali színezetű kormány alakul, és rögtön első dolgai közé tartozik, hogy felszámolják az egykulcsos adórendszert. Szanyi Tibort nagyon sokan azzal azonosítják, hogy ő az, aki a baloldal részéről felveszi a kesztyűt sokszor a durva megnyilvánulásokkal szemben, és hasonló módon visszaszól, sőt, néha ebben proaktív és kezdeményez is hasonló hangvételű vitákat. Ha MSZP elnök lenne, akkor megtartaná ugyanezt a kicsit érdesebb magyar politikában is markánsnak számító stílusát? A stílus az mindig helyzetfüggő. A stílus tényleg mindig helyzetfüggő. Tehát, hogyha az ember belökik egy olyan térbe, ahol hát mondjuk így, hogy nem feltétlenül az angol kisasszonyokkal kell tárgyalni, akkor értelemszerűen az ember fölveszi a boxkesztyűt. Hogyha pedig az ember olyan szalonokba kerül, ahol esetleg érdemes egy kicsit emelkedettebb hangnemben beszélni, akkor arra is. Van olyan szalon a magyar politikában? Képes. Hát jó, ez ügyben biztos hátrányban vagyunk, de hát azért mondjuk én elég sokat járok külföldre, és azért tagja is vagyok egy-két olyan mondjuk így klubnak, amelyikre azért azt hiszem, hogy mások is büszkék lehetnek. Tehát. Holnap jön Mesterházi Attila, őt is megkérem majd, hogy ígérjen, akkor most önt is megkérem, hogyha az MSZP elnöke lesz, akkor miben fog megnyilvánulni legelőször az, hogy másféle habitussal más ember vezeti a pártot? Én nem hiszem, hogy ezek ilyen hirtelen váltásokba kell, hogy testet töltsenek, mert például azt hiszem, most is nagyon kultúráltan beszélgettünk, bejöttem egy kultúrált környezetbe. Pedig angol kisasszony egy darab nincs itt. De hozzáteszem, hát pedig kicsit ugye formával hasonlít. Viszont, hogyha most egy kis baltával jött volna nekem, akkor én is előhúztam volna a szekercét, hát ilyen egyszerű. De ezzel nem válaszolt arra, hogy mi lesz az MSZP-vel, hogyha elnök lesz. Tehát mik lesznek azok a változások, amik először jönnek elő? Jó, akkor elmondom, mi lesz a fő változás. Jó. A fő változás, hogy nem véleményünk lesz, hanem álláspontunk. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Legközelebb hozom angol kisasszonyokat is.